Régen találkoztunk már itt Dobos Jánossal az Ajkai Szó, Ajka TV stúdiójában. Nem tudom, javult-e azóta a helyzet, vagy romlott, vagy hogyan ítéli meg a pszichiátrián elkövetett cselekmények súlyát, hogy csökkentek, vagy növekedtek? Hát igen, ugye az alapítványunk ezzel a speciális témával foglalkozik, hogyha valakit pszichiátrián ért jogsértés, akkor nekik tartunk fönt egy jogsegélyszolgálatot. Hát, hogy javult-e vagy sem, hát Az külön felmérés kellene, igen, de azt gondolom pontos minden válaszok. egyes, igen, tehát valószínűleg egy ilyen nagyobb felmérésre lenne szükség, de minden egyes üggyel, amit sikerrel végigviszünk, azt gondolom, hogy egy kicsit javul a helyzet, ami hosszú távon azért mérhető, és hát kell is küzdeni, de azért a dolgok apránként beérnek és javulnak, ahogy az ember csinálja ezt a Tehát munkát. nem hiába dolgoznak, de Nem. ettől függetlenül sajnos hallunk súlyos esetekről. Például eljutatott hozzám egy tanulmányt, ami a tulajdonképpen egy összefoglalója ennek a szakterületnek, a WHO és az ENSZ közreműködésével, megfelelő szakmai csoportjának közreműködésével készült. Nagyon hosszú, angolul van. Mi ennek a tanulsága, hogyha nem veszi rossz, nem mind az 50 oldalt nem olvastam Igen, az hagyján, de ez egy 200 oldalas el. Ja, dokumentum bocsánat, 200. valójában, Akkor mi van hosszámos? amivel fölöslegesen lehet raktálni a nézőket, ezért nagyon röviden, hogy miért érdekes ez, vagy mi ennek a lényege, azt viszont ténylegesen azt gondolom, hogy érdeklődésre tart számot. Ugyanis ez egy olyan dokumentum, egy olyan ajánlás, ami hosszú-hosszú éveknek a munkája valójában, hogy ez megjelent. Ugye, ahogy elhangzott, az ENSZ emberi jogi főbiztosának az irodája, illetve a WHO, az Egészségügyi Világszervezetnek a közös munkájából jött ez létre. És ennek a jelentésnek, vagy dokumentumnak a lényege az az, hogy most már határozottan kijelentették, hogy egyértelmű lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a pszichiátriákon, vagy úgy általában az elmeegészségügy területén az összes kényszerítő intézkedést teljesen kivonják a forgalomból. Ami egy elég radikális Én nézőpont. első hallásra kivihetetlen is, hiszen olyan emberekkel dolgoznak már elnézést a pszichiátriákon, akik nem mindig vannak teljes tudatuk birtokában, vagy józan megítélés birtokában. Igen, ez így van, és nyilván ezért nem is fog ez egyik napról a másikra megtörténni. De mi a lényege ennek az egésznek, hogy miért jó ez, miért érdekes ez, vagy hogyan lehet egyáltalán egy ilyet kivitelezni? Ugye, A törekvés jó egyébként, szóval én igen, támogatom, igen, nem arról igen. van szó. Igen, ugye a nehézséget ebben a kérdésben mindig az jelenti, hogy hát, de hát ott vannak azok az emberek, akikkel tényleg nehéz bánni, mert ugye nem, hát nincsenek a Legyen józan. szíves Kovács úr, nem biztos, hogy lesz szíves, ugye, mert neki Igen. éppen más elfoglaltsága van. Igen. Ezzel együtt, ami életre hívta ezt az új jelentést, az az, hogy az zűrés esetektől függetlenül az általános tapasztalat ezen a területen, Magyarországon is, és nemzetközileg is, hogy a pszichiátriákon egy nagyon-nagyon bevett gyakorlat a kényszerítés. És mire gondolunk itt? Ugye a kényszerítés, az, hogy akarat ellenére kezelnek, stb. És ez sokszor egyáltalán nem kötődik ahhoz, hogy az illető Milyen éppen mit állapotban? akar, igen, hanem olyasmikre gondolunk, és erről Ez egy Magyarországon protokoll is vagy rutin eljárás, nem? gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag azt, hogyha valaki nem működik együtt, vagy nem szeretné azt, amit éppen neki ugye szánnak kezelést, akkor tiltakozik, akkor fogjuk meg, erőszakoljuk rá ezt a kezelést. Vagy gondoljunk csak arra, hogy ha valakivel úgymond gond van a pszichiátrián, mert nyugtalankodik, vagy ilyesmi, akkor kötözzük ki az ágyához, vagy a székhez, vagy valahol, és akkor nincsen vele A gond. protokoll megengedi, miért ne Hát tegye, ugye? igen, És itt jön igen. a gondolva közbelépés, hogy azért átgondoltabban kellene alkalmazni ezeket az eljárásokat. Tehát van, amikor például azért tiltakozik valaki, mert te jó Isten, mit keresek én itt a pszichiátrián, és teljesen jogos a Bizony, felháborodása, bizony. és ez nem egy betegség tünet, hanem egy jogos Hát tiltakozás. abszolút igen, és néha ugye nem könnyű meglátni a különbséget a kettő között, vagy nem is biztos, hogy a személyzet hajlandó meglátni a különbséget, és hát így aztán elég Egyszerűbben komoly. nem látja meg. Igen, és miután ugye nekik van lehetőség, vagy ez bevett gyakorlat, hogy hát akkor inkább fogjuk le, gyógyszerezzük le, ez lehet, akkor csináljuk azt, mert egyszerűbb, mint mondjuk jó szóval elintézni valamit, és hát ezek a dolgok hívták életre azt a kezdeményezést, hogy csináljunk már ezzel valamit, mert ez hosszú távon, ez igazából nem gyógyászat. És csak hogy mutassam, hogy mennyire komolyan gondolták ezt ezek a szakhatóságok. Itt van nálam ebből az anyagból, amiről beszélünk, ebből az útmutatóból vagy javaslatból egy ilyen kivonat, amiben van néhány idézet, hogy mi az, amit megfogalmaztak, ami nagyon-nagyon érdekes, és azt mondják, idézek egyet, azt mondja ez a dokumentum, hogy
A kényszerítés mind a fizikai, mind a lelki egészség szempontjából káros. Amikor a mentális egészségügyi szolgáltatásokban, ugye ez a pszichiátriai, erőszak, kényszerítés és visszaélések történnek, a szolgáltatás nem csak, hogy nem segít az embereken, hanem az eredeti nehézséget súlyosbítja azzal, hogy a szolgáltatást igénybe vevő embereket újra traumatizálja. És ténylegesen ezt látjuk. És rátesz egy lapáttal. Így van, így van. És csak nehezíti. Egy kis rossz állapot. Igen. Sokszor ez csak nehezíti, hogy kikerüljön az ember abból az állapotból. Nem akarom túl bonyolítani a dolgot, de van, amikor nem is egyszerű, idézőjelben pszichiátriai esetekről van szó, vagy esetről van szó, hanem erre szuperponálódik valamilyen szervi betegség, ugyancsak egy példával illusztrálta előzetes levelezésünkben, hogy Gyöngyös egy szívbeteg fiatalembert, akinek voltak pszichiátriai tünete is, talán éppen emiatt félrekezeltek, de az mondjuk ennyi kifejezés, mert olyan gyógyszert adtak neki, ami végül is valószínűleg a halálához vezetett. Igen, sajnos így néz ki a dolog, egyre inkább erre mutatnak a jelek, ugye valóban Gyöngyösen történt, és egy fiatalembert, akinek egyébként volt valamennyi kábítószeres múltja, tehát lehetségesen pont emiatt került rögtön a pszichiátriának a látókörébe, de ugyanakkor az is tény, hogy neki olyan szívbetegségei, szívproblémái voltak, ami kifejezetten meg kellett volna, hogy tiltsa azt, hogy bizonyos pszichiátriai kezeléseket nála alkalmazzanak, mert vannak olyan szerek, amik nagyon-nagyon durván ronthatják az állapotát akkor, hogyha szívproblémával adják ezeket, és nála pontosan ez történt, és meglátásunk szerint, meg abból, amit mi látunk az ügyben, ugye ezt tényként most nem jelenthetem ki addig, amíg ezt egy hivatalos hatóság nem mondja, de mi ezt látjuk, ténylegesen ezek a szerek nagyon közvetlenül hozzájárulhattak ahhoz, hogy ő végül életét vesztette a pszichiátriában. Most tény, hogy az a bizonyos gyógyszer a haloperidol, ami antipszichotikum, nagyon kell vigyázni ezek a szavak kiejtésével, azt olvastam, hogy évek óta ismert az orvosok előtt, hogy ez a szívbetegségek esetén fenntartása, hogy egyáltalán alkalmazható, és mégis, hogy mennyire van tudatában egy pszichiáter, vagy egy pszichiátrián dolgozó szakalkalmazott annak, hogy ez a gyógyszer tulajdonképpen tiltólistán van, vagy lehetne? A dolog úgy néz ki, hogy ha az ember mondjuk kivált egy gyógyszert a gyógyszertárba, vagy bent van a kórházban és ott kap egy szert, ugye hogyan tájékozódhat az ember arról, hogy mit okozhat neki ez a szer? Egyrészt megkérdezheti az orvost, aki mond neki valamit. És ez vérmérséklettől, hozzáállástól, vagy elköteleződéstől függően lehet sok minden, mert lehet, hogy azt mondja, ó, ez nagyon jó, nem lesz ettől semmi baj. Vagy azt mondja, hát lehet, hogy viszketni fog egy kicsit a hónalja, vagy ez ilyesmi. Ez ilyen rugalmas dolog, mert ugye, ha azt mondják egy esztergásnak, hogy 25 mm-es legyen az a munkadar, plusz-minusz 0 mm, akkor az annyi lesz. De egy orvoslásnál előfordulhat, hogy ezt a gyógyszert, hát ha jobban nem alkalmazzuk, mert ez ilyen átjárások lehetnek. Hogy én ezért mondtam azt, hogy ez szigorú a protokoll? Hát elvileg mindenkit megillet a teljes körű tájékozottságnak, vagy tájékoztatásnak a joga. Jó, a bankokból már ismerjük. Igen, de az orvoslásban ez ott... felvétel. Persze, de ha az ember bekerül egy kórházba, ott ez különösen hangsúlyos, hiszen az ő testi egészségéről, vagy akár az életéről persze van szó, tehát nem mindegy, hogy esetleg egy kicsit több kamatot fog fizetni, vagy rámegy az élete. Igen, ez óriási különbség. Így van, és emiatt ez elvileg egy kötelezettség a teljes körű tájékoztatás. Na most a mi tapasztalatunk szerint, és főleg a pszichiátrián, ez bizony néha ez elég ilyen, hát hogy mondjam, hagy kívánni valót maga után, mert ugye az orvos vagy elmond valamit, vagy nem, lehet, hogy elmond valamit, de ha az ember megnézi, például fölmegy az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalára, ahol az összes Magyarországon törzskönyvezett szernek a teljes leírása ott van, hát ott több mindent fog találni. Hát jó, de nem várható az utca emberétől mondjuk, hogy éppen mentális gondokkal küzd, hogy ő táblázatokat tanulmányozzon, és jó, aki erre figyel, az inkább alkalmazhatja, hogy figyelheti ezt a dolgot, hogy mennyire gyakorlat például egy tiltott vagy egy kevéssé ajánlott gyógyszernek az alkalmazása. De ha már itt vagyunk, ugorjunk át egy másik területre. Ez a vizsgálat még folyik, bocsánat, a gyöngyösi fiatalember. Igen, még folyamatban van. De már olyan előhaladás történt, hogy már a hatóság már megállapította azt, hogy itt bizony sok köze lehetett a kezelésnek a halálhoz. Na most mi lesz, lehet a következmény? Akkor folytassuk, bocsánat, még az előzőt. Fönn tartanám a témaváltást. Mi lehet a következménye annak, hogyha pozitív lesz a vizsgálat? Tehát mondjuk elítélik azt az orvost, akit végül is megtalálnak, hogy elnézett valamit, vagy elnézett valami fölött egy kicsit? Furcsa dolog az. Vagy...
Furcsa dolog, ahogy Egy ezekkel ember életet történni nem lehet szoktak. visszahozni. Ez így van, ez így van. És ez az igazság, hogy nyilván függően attól is, hogy mennyire súlyos az a dolog, ami történt az illetővel, mert ha csak kiütései lettek, akkor nyilván azzal a legtöbben legyinteni fognak rá, de egy haláleset esetében már ezt nem lehet megtenni. Viszont nagyon sokszor voltak olyan ügyeink, ahol sikerült kieszközölni azt, hogy na tényleg elismerték, hogy itt következménye volt, tehát okokozati összefüggés volt, de azért ami ítélet vagy döntés született, azzal azért nem voltunk maradéktalanul elégedettek, mert akár csak annyi történt, hogy ennyebenye, vagy fölfüggesztették az állásából, vagy hasonló dolog történt, és hát az pedig senki számára nem volt egy kielégítő. De azért lehetnek Ezért azért is ennek egy nagy jobb kimenetele fenyegetettség is. azok számára, akik esetleg elkövethetik potenciálisan ezt a Hát dolgot. igen. De azért szerencsére Tehát sikerült. visszatartó ereje is kellene, hogy legyen ugye a... Feltétlen, ez lenne a lényege, igen. De azért sikerült kieszközölni már kártérítéseket is, meg komolyabb elmarasztalásokat is, az mindenféleképpen előrefele viszi a dolgot. Mindenesetre jól tudják a pszichiáterek, akik egyébként nem kívánnak velem szóban állni, hiába próbálkozom, hogy itt az ön helyén egy pszichiáter is jön, és mondja el az érem másik oldalát test közelből, ne csak tippelgessünk, mert ne csak a szomorú következményeket konstatálják, de egyelőre hát egy-két éve tartó harcon nulla eredménnyel járt, mindig visszatáncolnak a pszichiáterek, ők tudják, hogy miért. Most akkor tényleg ugorjunk át egy másik témára, mert ennek is van sajnos gyakorlat, és talán mindenki számára ismert, vélhetően ebből adódó eseménye, hogy egy fiatal srác öngyilkos lett a közelmúltban, jól emlékszem, Kaposváron, mert állandóan bántották a társai, hát a testméretei miatt elsősorban, tehát nem valószínű, pszichiátriai kezelés alatt állt, de hát előfordulhatnak olyan esetek, mint említette, vagy mint a szakirodalom is írja, hogy bizonyos gyógyszerek fokozzák a öngyilkossági hajlamot például bizonyos korosztályban más-más módon, de itt van ez a Prozac nevű fluoxetin tartalmú gyógyszer, aminél már kimutatták, hogy ez statisztikailag valóban káros lehet a fiatal szeretekre, mint megnyugtató szerek, és mégis, még mintha gyakorlatban ez működne ez a dolog. Igen, és valóban ez a helyzet, ugye ha egy fiatal öngyilkos lesz, ami nagyon-nagyon szomorú eset, és talán volt több hasonló is az utóbbi időben, ami ide tartozik, nehéz erre láthatatlanban mondani valamit, hogy mi volt, mert ugye azért ezt csak meg kell nézni. De való igaz, hogy egy nagyon furcsa tendencia, amire viszont tényleg oda kell figyelni, hogy bizonyos ilyen pszichiátriai szerek, és épp az említett is, erről tudott, és ehhez elég megnézni az említett ugye, gyógyszerleírást a gyógyszerészeti intézetnek a weboldalán, tudott, hogy okozhatja azt, hogy az illetőnek öngyilkossági gondolatai támadnak, attól, hogy szedi. És ezt nem én mondom, mert lehet, hogy volna, aki felhördülne, de ez fekete-fehér, meg lehet nézni a leírásban. Mégis ez egy kicsit bagatelizálva van sok helyen, és ráadásul pont nem olyan régen jutott a tudomásunkra, hogy bizony ezt a szert még, és éppen ugye az említett szert, ez Magyarországon is forgalomban van, és méghozzá ez pont egy olyan szer, amit antidepresszánsként gyermekeknek írhatnak fel, ami azt gondolom, hogy különösen veszélyessé teheti méghozzá olyan ennek az alkalmazását. Nem is tudják megítélni, tehát olyan fiatalok, igen, hogy most esetleg tiltakoznák, vagy elmondanák, hogy ettől valószínűleg ettől rosszabbul vagyok, vagy szorongok, vagy külsőjelekből ítélnek az orvosok, a szülők, és aztán azt mondják, hogy jó, akkor hát ezt használják, próbálkozzunk vele tovább. Ez egy esetben mit tehet egy jogvédő szervezet, hogy fölhívja a figyelmet és publikál, és ezzel tiltakozik? Az mindenféleképpen. Általában két fő tevékenységünk van. Az egyik az, hogy felhívjuk a figyelmet és tájékoztassuk, informáljuk a nagyközönséget, illetve a konkrét eseteken keresztül mutassuk azt, hogy ez egy élő probléma, és segítsünk azoknak, akik már belekerültek egy ilyen helyzetbe, és valamilyen kárt szenvedtek, akkor ezt megpróbálni valahogyan kompenzálni. Most elárulni az Emberi Jogok Világnapja alkalmából beszélgetünk tulajdonképpen. Ez egy nagyon széles fogalom, ugye az emberi jogok nyilatkozatától kezdve a különböző, akár a pszichiátria területét érintő jogi formulázásokig. Ön szerint ez mennyire illik be a világnapok sorába, vagy mennyire kell fölhívni rá a figyelmet, mert újságban sehol nem jelenik meg, mások nem foglalkoznak, vagy csak a jogvédők, akik
Nekem ez fontos. Ezen gondolkodtam már én is, mert tényleg egy kicsit fura, hogy most már az égvilágon mindennek van világnapja, és néha az a leg, hát idézőjelbe téve, legpiszlicsárébb dolog is nagy felhajtást kap, hogy most van az akármilyen világnap, amit tudom én, a barna szőrű kutyáknak a világnapja, vagy akármi. Miközben egy olyan fontos dolog, mint az emberi jogok világnapja, valóban néha kevés figyelmet kap, pedig ugye ez pontosan azokról az alapvető jogosultságokról szól, amik minket azért illetnek meg, mert emberek vagyunk, mert annak születtünk. És lehet, hogy ez a kicsi érdektelenség, ami ezt övezi, ez talán amiatt van, hogy ezek annyira alapvető jogok, hogy az ember teljesen természetesnek veszi ezeket a mindennapokban, és nem is gondol velük, vagy nem is gondolja azt, hogy jaj, de jó, hogy nekem ezek vannak, mert teljesen természetes az, hogy az ember elmondhatja a véleményét, hogy azt gondolhat, amit akar, hogy oda mehet, ahova akar, ott lakhat, ahol akar. Tehát a gyülekedési szabadság, vallási szabadság, költözés, lakhely megválasztás szabadság, és így tovább. Nem akarok butasságot mondani, mert nem néztem utána sajnos, de az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, mintha úgy kezdődne, hogy minden ember egyenlőnek születik. Így van. És talán erről a fél mondatról feledkezünk meg a leggyakrabban, mikor mondjuk összevitatkozunk egy eladóval, vagy két ember az utcán. Tehát ugyanolyan vagyok, mint te. Próbálok megérteni, nem biztos, hogy egyetértünk, de mondd el a véleményedet. Igen. Ezt az egyenlőséget valahogy a helyére kéne tenni szerintem a hétköznapokban is, nem beszélve a pszichiátriáról. Igen. Azt gondolom egyébként, hogy az emberi jogok, ha már erről mentünk el, elkezdtünk el beszélni, akkor azt gondolom, hogy talán az egyik alapvető hiányosság, hogy ezt nem oktatja senki az embereknek, ezt kellene, hogy az iskolában az emberek tanuljanak erről valamit. Hát egy futólag szóesítólag. Hát lehet, hogy futólag nem. Alakítatják meg a többi vonatkozás, Amerika Egyesült Államok létrejötte, de tényleg nem, nincs napirenden igazából. Igen. Bibliát oktatnak azt hiszem meg hit és erkölcstant, bár nem vagyok ebben biztos, hogy jól csinálják, vagy hogy csinálják egyáltalán, de az emberi jogok, mint olyan, nem poentírozódik az iskolám, és nem, nincs napirenden. Jó, a több figyelmet érdemelne a kérdés, mint amit most kap. Hát akkor figyeljünk rá, és karácsonykor nyilván lágyabb, meg közvetlenebb az embereknek a egymáshoz való viszony, de ne durvuljon el utána, se azt kívánom, és ezzel őrködják, ameddig tudnak. Igen, talán ezért is fontos egyébként az emberi jogi témát fölhozni, mert ha az embereknek egy kicsit föl van hívva a figyelme, hogyha kapnak egy kis oktatást ezekkel kapcsolatban, hogy mik ezek a jogok, miért fontosak, és sokszor az ember akkor érzi ezeknek a fontosságát, amikor a hiányát érzi, mert mondjuk valamelyik jogától megfosztják, ugye akkor meg az ember kiabál, hogy de hát nekem jogom van. De hogyha az emberek jobban tudatosabbá lennének téve ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor valószínűleg sokkal jobban be is lehetne ezeket tartatni egymással szemben. Igen, hát reménykedjünk, abban, hogy tudatosabbak lesznek az emberek, és használják is a tudásukat ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm a meghívást.